Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Én azt gondolom, hogy az a beszélgetés, amit az elmúlt két hétben láthattak, vendégem Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöket. Tisztelettel köszöntöm. Szóval az a beszélgetés előre vitt bennünket, hiszen nagyon sok mindent megtudtunk arról, hogy milyen jövő várható a mezőgazdaságban, és növénytermesztésben, állattenyésztésben, és végigmentünk nagyon sok minden olyan kérdéskörön, ami alapvetően foglalkoztatja a hétköznapi embert, és nem csak azokat, akik a mezőgazdaság eseményeit figyelemmel követik. Én azt gondolom, hogy a mai témánk, tehát a támogatáspolitika, illetve a támogatási rendszerek változása, illetve a jövedelembiztonság az agráriumban egy rendkívül fontos dolog, ami csak tudatosan felépített tervezéssel valósítható meg. Ennek tükrében beszélgessünk a támogatáspolitika jelenlegi struktúrájáról hazánkban. Ez egy rendkívül komplex rendszer, ennek a megítélése, az összjövedelem. De ha a támogatásnál kezdünk, akkor le kell tisztáznunk, hogy sajnálatos módon Magyarországon magyar gazdák közel 80%-a támogatás nélkül, itt teljesen mindegy, hogy magángazdaságról van szó, vagy bármilyen társas vállalkozásról, vesztességes lenne. Ez mit jelent pontosan, bocsásson meg? Nem élhetne meg abból, amit csinál a komplex támogatási rendszer nélkül? Igen, egész pontosan azt jelenti, hogy nem tudna annyi jövedelemre szert tenni, amiből meg tudna élni azon a színvonalon, ahogy ma is él, ami ismeretes, hiszen előző alkalommal említettük, hogy bizony a jövedelem termelőképessége az agráriumnak közel 50%-a a más ágazatokénak, következésképpen ez azt jelenti, hogy ez sem lenne meg a 80%-ának, hogyha a támogatás szint lényegesen csökkenne, illetve hát egész pontosan nem lenne támogatás. Tehát a támogatás komplex kezelése és annak a részletei, amelyik hát közel 8 éveket szokott időtartamban igénybe venni, az nagyon fontos, hogy pontosan, precízen és a következményeket is figyelembe véve legyen megalkotva. Ugye hát most a 20-as kapreformról beszélünk, amiben hát mindenki azt kérdezi, akivel találkozom, hogy valóban csökkenni fog a támogatás összege? Erre azt kell mondani, hogy igen, lehetséges, hogy valamennyivel csökkenni fog, de ezt azért nemzeti támogatásból még lehet pótolni, de valószínűleg egy kicsit át fog strukturálódni. De azt ne feledjük, hogy több mint 2000 milliárd forintra lenne szükség. 2000 milliárd forintra lenne szükség, és ezt a tárgyaló delegáció és az, aki a KAP reformba magyar részről részt vesz, ezt próbálja is megalkotni és megvalósítani, hogy ne legyenek olyan változások, amik a bürokráciát növelik, mert tudjuk jó, hogy Brüsszel nagyon szépen kijelenti azt, hogy a következő KAP reform az kevesebb teendőket, adminisztratív terheket ról a gazdákra, és mióta én ismerem ezeket az új reformokat, még mindig több lett. Én nem emlékszem olyan időszakra, amikor kevesebb és könnyebb adminisztrációs teherrel lehetett brüsszeli támogatásokhoz jutni. Tehát ezt mondja a gyakorló, az agrárgazda, illetve az agrárpolitikus, ami önnél kézen fogva jár. Igen, így van. Tehát mindenképpen mi azt támogatjuk, hogy valóban átláthatóbb és egyszerűbb adminisztrációs terheket rójon a gazda számára a támogatások lehívása. Nem szabad mondva csinált környezetvédelmi rendszerek kialakításával bürokratikusabbá tenni a jelenleginél ezeket a lehívásokat, hiszen azért látjuk a zöldítéstől kezdve sok minden sokszor inkább fordított, nem a cél határozza meg az eszközrendszert, hanem a meglévő eszközrendszerhez igazítják a célokat, és
túl bürokratizálódik a rendszer, ami most nem akarok környezetvédelmi és egyéb zöldítési témakörökbe belemenni, de a minden gyakorló gazda tudja, hogy milyen problémák vannak ezzel kapcsolatban. Tehát ez az egyik része. A másik el kell tudni érni, hogy a jövedelemtámogatásnak a fele, pontosan a támogatásoknak a fele, az az innovatív megoldások bevezetését, tehát beruházásokat szolgáljon. Tehát ne a felmerülő költségeket, ez most teljesen mindegy, hogy a brüsszeli előírások vagy más piaci problémák miatt jön létre, hanem a támogatások fele az valóban beruházásokra, innovatív megoldások kialakítására, bevezetésére kell, hogy szolgáljon. Ez a másik nagyon fontos dolog. Ami a jelenlegi helyzetbe körvonalozódik, de ez még nem végleges, de mindenképpen a bizottsági javaslatot, amit letettek az asztalra Brüsszelből, azt a magyar résztvevők és Magyarország részéről nem tartjuk elfogadhatónak. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a egyes pillér 4, a kettes pillér, tehát a vidékfejlesztési támogatások 14%-os csökkenését jelezték előre a brüsszeli partnerek. Ilyen irányú csökkenés nem tudunk hozzájárulni. Most, hogy ez mennyire a jövő évi képviselői választásoknak bizonyos előszele, vagy mennyire politikai kérdéskör alapján jött létre, ez a magyar gazdát nem is érdekli. Hiszen a magyar gazdát az érdekli, hogy mennyi lesz abba a bizonyos büdzsébe, és mennyit tud ő lehívni a saját céljai megvalósítására. Tehát nem az európai választás a lényeg ebbe, hanem hogy az elkövetkező időben milyen lehetőségek teremtődnek meg a gazdáinknak. Ebbe természetesen teljesen egyértelmű, hogy a jövő vonatkozásába meg kell, hogy valósuljon az a jövedelembiztonság, ami ez alapján egy tartós termelést tesz lehetővé. Ugyanakkor nagyon fontos kérdés, hogy miként lehet ezt elérni, milyen kulcs van hozzá. Ugye itt emlegeti mindenki a diverzifikációt, emlegetik a napelemfarmokat, megújuló energiatermést, a kiegészítő tevékenységek támogatását, tehát szóba kerül nagyon sok minden. De mégsem ez az alap, hanem amit az imént ön elmondott. Ugyanakkor az Unió, ha nem tágít, akkor rendkívül nehéz helyzetbe kerülünk. Akkor jön a kormányzat. Mit fogunk tenni abban az esetben, ha ez valóban ez a 14%, ez nagyon sok pénz, és ráadásul olyan pénz, hogy minden egyes fillérnek, vagy minden egyes eurócentnek helye van, helye lenne. A kiegészítés nemzeti támogatási oldalról, tehát a társfinanszírozás, az eddig is megvalósulhatott. Viszont mi úgy látjuk, hogy ennek a teljesen szabadjára való engedése az nem szerencsés. Nem szerencsés azért, mert jelenleg is vannak olyan országok, akár Ausztria, akár Olaszország, ahol a brüsszeli támogatásoknak az 50%-át is nemzeti támogatásokba odaadják a gazdáknak. Na most ez óriási pénz. És óriási jövedelem különbségeket tud hozni a gazdálkodók vonatkozásába a különféle országokban az unión belül. Magyarországon olyan 17% a nemzeti finanszírozás a brüsszeli támogatásoknak, és gondoljunk csak bele, ha megengedjük azt, hogy másút 50%, akkor ez mekkora jövedelem különbséget rejt magába. Mennyivel több lehetőség van annak az olasz vagy osztrák gazdának a jövedelemszerzésre, akár az innovatív, versenyképes, korszerű technológiák megszerzésére, mint a magyarnak. Ezért azt javasoltuk, hogy maximalizáljuk a nemzeti támogatásoknak a nagyságrendjét 30-35% körül, hogy e fölött sehol se kaphassanak többet a gazdák, azért, hogy ezek a versenyelőnyök pénzügyi alapon ne történhessenek miközben meg. Közben már most is megvannak a különbségek, mint tudjuk. Most is megvannak a különbségek, de ezt ne növeljük tovább. Tehát így lesz
az a nonsens dolog, amit már többször beszéltünk, hogy a tejátvételi árba hátul kullogunk, és mégis több ezer kilométerről eredményesen ide lehet hozni, vagy olcsóbban a tejet, sokszor most az áfacsalásokat vegyük ki olyan áron, amire nincs lehetőség Magyarországon, mert más támogatási szisztéma szerint dolgoznak, és egy gazdag ország több támogatást tud a gazdáinak adni, mint ahol a büdzsébe ez nem fér bele. Tehát ezt is javasoltuk, és természetesen a másik nagyon fontos javaslatunk az volt, hogy a 14,4%-os csökkentést pótbefizetésekkel tegyék meg az országok. Ez viszont nem talált egyelőre nagy támogatottságra, tehát a pótbefizetés nem igazán nyerte meg más nagy országoknak a tetszését, pedig a jelenlegi támogatási szint fenntartása alapja annak a gazdálkodásnak, ami 20 után is be kell, hogy következzen, hiszen nem csak a magyar gazdák vannak így, hogy támogatás nélkül nem tudnának kellő jövedelemre szert tenni, hanem az Európai Unió más országaiban is ez a helyzet, hiszen más út láthatjuk, hogy a gazdák sokszor vonulnak az utcára, sokszor tüntetnek különféle dolgok, és alapvetően nyilvánvaló a jövedelmük elvesztésének egy részéért küzdenek, és vagy annak visszaszerzéséért. Mi nem szeretnénk Magyarországon, hogy mindazokat az eredményeket, amit a kormányzat, a kamara a közreműködésével elért, azok ne illegálódjanak azért, mert a brüsszeli tisztségviselők úgy gondolják, hogy a különbségeket növelni, nem pedig csökkenteni kell. Igen, hát ne feledjük, hogy a gyorsan elvész a jó indulat bizonyos értelemben, tehát az eddig elért eredmények gyorsan elvesznek, ha nincs folyamatos fejlődés, sőt, lefelé görbül majd az a bizonyos mérce. Viszont a termés és jövedelembiztonság nem különben fontos kérdéskör, és itt minden mindennel összefügg. Én azt gondolom, hogy a termés és a jövedelembiztonság az mindenképpen, de a támogatási rendszerek megváltoztatása is kapcsolódik a termés és jövedelembiztonsághoz. Hát mindenképpen, de itt megint jó pár dolgot azért említeni kell. Egyik, ami a jelenlegi támogatás rendszerben is benne van, a támogatott biztosítások. Tehát a biztosítások megfelelő szintű támogatása készteti a gazdát arra, hogy egy olyan biztosítási rendszerbe vegyen részt, amiben az állam hozzájárul annak költségeihez, sokszor igen komoly mértékben hozzájárul, és ezáltal neki van egy biztonsága a természeti katasztrófák, nem várt események vonatkozásában. Ez az egyik része. A másik pedig, hogy vannak olyan abszolút természeti jelenségek, mint az aszály, amelyek abszolút értelemben egy biztosítás vonatkozásában nem tudják pótolni azt a fajta jövedelem kiesést, ami adott esetben megtörténhet. De beszéljünk, és hát említhetjük azokat a állatbetegségeket is, amik hát végig tudnak söpörni kontinenseken, madárinfluenzától kezdve most éppen a afrikai sertés, kergemarhakortól kezdve, hogy ne soroljuk fel az összeset. És csak hogy bocsásson meg, hogy a szavába vágok, de hogy az éghajlatváltozás milyen sok mindent jelent, és milyen, hogy rányomja a bélyegét egy-egy ágazat árváltozásaiba, már is itt van, nemrégiben beszámoltunk róla, Mékuti Tibor, a tejterméktanács elnöke mondta, hogy az éghajlatváltozás okán, tehát a klimatikus viszonyok megváltozása okán egyre kevesebb a nyers tej zsírtartalma, ezért aztán értelemszerűen nőnek az árak, kérem szépen. És nincs mit tenni, függetlenül attól, hogy ott megjelent a kettőség, hogy vajon hogy nőhetnek az árak, miközben az áfa csökken. Ennek ellenére ugye elmagyarázta, és érthető volt nyilvánvaló, olyan nagymértékűen csökkent a tejzsír százalék, hogy a gazdák egész egyszerűen sem a nagyok, sem a kicsik rákényszerülnek erre a lépésre.
Tehát akkor most térjünk vissza, hogy nyilvánvaló, hogy amit ön is mondott, ez egy újabb adalék ahhoz, hogy milyen kevésen, vagy alapvetően milyen sokon múlhat egy-egy jövedelem biztonsága. Igen, épp ezért kell megteremteni a támogat biztosítások mellett egy jövedelem stabilizációs rendszert, amelyik bizonyos öngondoskodáson is múlik, és egy öngondoskodást is jelez. Tehát az állattenyésztésbe is, a növénytermesztésbe is meg lehet valósítani egy olyan bólusz-málusz befizető rendszert, amiben adott esetben a gazdák, a gazda közösségek gyakorlatilag befizetést eszközölnek azért, hogy egy ilyen nagy horderejű, akár járvány, akár más tragikus piacgazdaságot és tevékenységet zavaró körülmény során a jövedelem kiegészítésük meglegyen, és a jövedelem stabilizáció alapján újra tudjon kezdeni, ne kelljen olyan hitelfeltételeket bevállalni, ami inkább a csőd felé viszi a gazdaságot, mint a további megélhetés felé. Tehát ez a jövedelem kiegészítő, jövedelem stabilizációs támogatási rendszer az egyik legfőbb feladata és célja az elkövetkező időben a Agrárgazdasági Kamarának, hiszen ezáltal érezheti magát egy termelő nem kitettnek a piaci és természeti anomáliák során, hanem a társadalom gondoskodását is maga mellett tudhatja, amiben persze neki részt kell venni. Tehát félreértés ne essék, ezt a védőhálót nem a kormányzat fogja oda tenni a gazda számára, hanem közösen fogják a gazda és a támogatási rendszer kialakítani, és olyan sűrűre szőni, hogy minél kevesebb essen ki belőle, minden kevesebb gazda, hanem minél többet tudjon felfogni, megőrizni az agrárium számára, most akár fiatalról, akár idősről, akár generációváltott emberről van szó, itt nagyságtól és tevékenységgel függetlenül gazdálkodóról van szó, és ebben az Agrárgazdasági Kamara mindenképpen komoly szerepet kíván vállalni a struktúra kialakításába is, és annak gyakorlati megvalósítása tekintetében. Tehát ez vonatkozik a mezőgazdaság valamennyi szereplőjére, állattenyésztésben érdekeltekre, növénytermesztőkre, élelmiszergazdaságban dolgozókra, és ráadásul nagyon sok alapja van. Az első már is itt van, amit Nagy István agrárminiszter urunk is szorgalmaz, a felszíni vizek visszatartására, illetve az öntözött területek jelentős növelését szolgálná. Ugyanakkor számtalan kérdés, kérdőjel merül fel, hogy ez egyáltalán a jelenlegi struktúrában, a jelenlegi helyzetben megvalósítható-e, felkészültünk-e rá? Van-e elég idő arra, hogy tározókat építsünk úgy, hogy az a közeljövőben már szolgálja a gazdák érdekeit? Több tényező van itt, van egyébként elég időnk a tározók építésére, mert ahogy szokták mondani, megváltoztatni valamit úgy tudunk, ha elkezdjük. De mivel évek, lassan már évtizedek óta beszélünk arról, hogy mennyire fontos lenne az öntözés, és az öntözés feltételrendszerének a biztosítása, sajnos azt kell mondanom, hogy eddig a vágyat publikált nagyon sok szervezet, és a tevékeny részvételbe az elmúlt időszakban a Agrárgazdasági Kamara kezdett el tevékenyen részt vállalni, az, hogy felmérte a öntözési igényeket, felmérte azokat a lehetőségeket, amik öntözéssel kapcsolatban a kormányzat, vagy bizonyos pénzügyi támogatásokkal és pályázatokkal meg tud valósítani. Tehát a tározók építése, csatornák építése, és itt nagyon szorosan összefügg majd a jövedelem kiegészítő és stabilizációs rendszerrel, a gazdáknak a jó gazda gondossága,
a talaj tápanyagtartalma szerkezetének, humusztartalmának a megőrzése vonatkozásába, hiszen el kell mondani, hogy 1% szerves anyag növekedés a talajba, amit sokszor nem teszünk meg, az 7 milliliter vize csapadéknak megfelelő vízmennyiséget őriz meg. És ez rengeteg. És hogyha azt nézzük, hogy akár most a tarlóhántás idején, akár tavasszal, amikor nem zárja le a talajt, hány milliméter száll el a szelek útján, és a jövedelempótló támogatások, pontosabban a jövedelemstabilizációs rendszer egy nagyon fontos dolgot fog hozni. Kikerül a rendszerből a lusta gazda, a nem gazda, én nagyon keményen fogalmazok el tekintetbe, hiszen amikor ő ugyanúgy fel akarja venni az aszálykár utáni támogatást, vagy jövedelem kiegészítést, stabilizációt, pénzeket, mint aki időben lezárta a talaját, épp ezért megfelelő termése volt, egy út elválasztott tábla, két tábla között, akkor joggal fogja mondani annak, hogy tisztelt gazdatársam, neked időbe kellene szántani, időbe kellene lezárni a talajt, meg kellene őrizni a vizet, és most mindegy, hogy ez öntözéssel került oda, vagy a jóisten csapadék formájába adta meg, és nem lenne aszálykárod. Mert ha ebbe a táblában nincs, ha ugyanannyi csapadék esett, akkor az azt jelenti, hogy betartottuk azokat a technológiai utasításokat, amik az adott növényhez szükséges. És itt még visszakanyarodva egy gondolattal, ennyi mindent tud hozni az edukáció, az állandó információnak a ismerete, a tudományos a kutatásoknak a gyakorlatba való megvalósulása, a gazdák egymás közti kommunikáció és beszélgetése így válhat teljessé, és a társadalom szerves részévé minden tekintetbe, egész a vevőig, az agrárium. Igen, hát a patópálságnak lejárt az ideje, úgy tűnik, bármennyire is van sajnos nálunk történelme. Jégekár elhárító rendszer, ugye a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hirdette meg, sokaknak kétségeik voltak, aztán májusban annak rendje és módja szerint bevezetésre került, ez megint egy óriási lépcső, Európában egyedülálló. A jégekár elhárító rendszer vonatkozásába igen szeszélyes és sok jéggel járó időszakon vagyunk túl. Tehát a működéséből fakadó előnyök azok egyértelművé váltak. Természetesen, ahol esett jég, amit azt mondtunk, hogy ez nem azt jelenti, hogy soha sehol nem fog jégesni, ott kettős dolog léphetett fel. Egyrészt lehet, hogy sokkal nagyobb jég eshetett volna, hogyha működött a rendszer, hiszen láttuk, hogy Szlovéniában is hát bizony nagy-nagy károkkal járó, nagy darab bokból álló jégeső verte szét a házakat, és nem különben a terméseket. Tehát ez az egyik része, hogy mit hozott. A másik pedig, hogy minden rendszer bevezetése során még vannak működési zavarok. Ami vonatkozásában, ugye, amikor egy felhőrendszer még a meteorológusok számára is kiszámíthatatlanul mozog, hát azért be kell látni, hogy pár évvel ezelőtt augusztus 20-ára lecsapott nagy vihar, de senki nem akarta, hogy bejelentés nélkül csapjon le Budapestre, és mégis úgy fordult, hogy a tűzijáték alkalmával oda került. A jégfelhőkben is ez van, hogy mozognak, és hogyha az előrejelzés nem elég körültekintő, nem elég pontos, akkor ha nem indulnak el a generátorok, akkor nem mentődik meg az a terület a jégkár alól. Ebbe
egyébként kormányzati segítséggel a meteorológiai előjelzés vonatkozásába a következő újabb pénzek kerülnek oda, hogy az előrejelzések pontossága nagy mértékben növekedjen. Mert ugye nem az a megoldás, hogy minden jéggenerátor, jégmegelőző generátor akkor működjön, és ugye a talajgenerátoroknak a sora aktívan üzemeljen, csak azért, mert nem tudjuk, hogy milyen előrejelzés lesz ez, hát nyilvánvaló költségben sem tartható. Tehát a rendszer, azt kell mondani, hogy rendkívül jól vizsgázott az a módszer és tevékenység, ami ezzel kapcsolatos, finomítani kell tovább az eredményességét, és az értesítések vonatkozásában is, hiszen azért lássuk be, hogy hiába mondjuk azt, és itt megint lehet megsértődni bizonyos szervezeteknek, hogy országos lefedettség van mobiltelefon vonatkozásában az egész országban. Nincs üres, fehér terület. És akkor tapasztaljuk, hogy időnként még a autópályákon is elmegy a térerő, ami nincs. De ezek szerint ugye igen, a multik, akik ezt biztosítják, ez csak a mi érzetünk, és nem a valóság, de most nem tréfásan. Ennek sokkal nagyobb a jelentősége, amikor az automata indítású dalaggenerátornál térerő kimaradás van. Nem tudja indítani. Hát azért lett automatikusan kialakítva a rendszer, hogy megfelelő ember ott a közelben nincsen, ugye a térháró figyelembe véve, és távirányítással indul be. És hogyha egy kommunikációs rendszer nem működik, akkor itt a késlekedés nyilvánvaló jégesőt teremt. Nos, összefoglalva, én azt gondolom, hogy a támogatáspolitika változásai, a kormányzat, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködése, a termelés és jövedelembiztonság megteremtésére tett intézkedések mind-mind azt a célt szolgálják, hogy igenis alapja egy jó agrárgazdaságnak, egy olyan stratégiát jelentenek, amelyek biztonságot hoznak a résztvevőknek és mindenkinek, hiszen ne feledjük, ez közös érdek nem csak a gazdaság szereplőinek, az agrárgazdaság szereplőinek, hanem nekünk is. Innét fogjuk folytatni, önnek köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen a meghívást. A együttműködésekről fogunk beszélni, kedves nézőink, a következő időszakban, illetve a teljes élelmiszerlánc fejlesztés is szóba kerül természetesen. Én viszont köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra, minden jót kívánok!